Orbán Viktor ellenzéki kihívójára előválasztáson dönthetnek majd a szavazók. A pulzus felmérése alapján 5 politikus szállhat versenybe reális eséllyel a miniszterelnök jelöltségért. Az ATV megbízásából készült kutatás szerint a megkérdezettek 8%-a tartja alkalmasnak Fekete Győr Andrást az ellenzék vezérének, 11%-uk Márki-Zay Pétert, 12%-uk pedig Jakab Pétert. A kutatás alapján a lista élén Holt versenyben Dobrev Klára és Karácsony Gergely áll 14-14%-kal. Ennek a kutatásnak az egyik érdekessége az, hogy a három korábban is forgalomban lévő név mellé megérkezett Jakab Péter neve is, aki ugye ebben a felmérésben a két 14%-on álló politikus, tehát Dobrev Klára és Karácsony Gergely mögött 12%-os arányt ért el. Karácsony Gergely saját bevallása alapján nem szeretne elindulni az előválasztáson. Dobrev Klára kapcsán pedig egyelőre csak a férje, Gyurcsány Ferenc érzékeltette, hogy elindulhat. Eddig hivatalosan Jakab Péter és Márki-Zay Péter jelezte indulási szándékát a miniszterelnök jelöltségért. Ígérem, ha van rá igény, eljutunk a konkrét nevekig. De egy picit lépjünk vissza, mert arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy szerintem Péter ebben meg fogsz erősíteni, hogy újságíróknak a választás az olyan, mint a sportolóknak az olimpia, hogy úgy az ember nagyon készül rá, és amikor már ott van a kampány, és már csak egy év, már csak fél év, akkor úgy benne van, hogy hú, ez milyen izgalmas. De kíváncsi vagyok, hogy ilyen értelemben a civilek hogy figyelik a következő választást? Milyen érzésekkel, vagy inkább lemondóan, szóval, hogy kiben mi van? Legyen ma itt, legyünk már túl ezen az egészen. Menjenek el ezek máshova, jöjjön egy új csapat, hát ők tudnak szarból aranyat csinálni. Uh-huh. Tehát, hogy minél inkább legyünk túl. Uh-huh. Mert ami most jön, ez az egy év, ez irgalmatlan lesz. Itt aztán előkerül a déd nagyapa szeretőjétől kezdve, a ők nagyapa tripperén át, itt minden elő fog jönni, és tisztességtelen lesz, és gusztustalan, és sárdobálós, ami azt gondolom, hogy belegondolva tisztességesen az emberettől csak próbálja magát távol tartani. Uh-huh. És kormányváltást minden áron? Tehát bármilyen eszközzel? Ez a bármilyen eszköz egy relatív fogalom, természetesen vannak olyan eszközök, amivel nem, és itt most esetenként valami radikális dologra gondolok, nem gondolnám, hogy az emberek, hogy forradalom legyen, és úgy döntsék meg ezt a kormányt, ha bár ugye itt volt rossz, hogy utcára kerülnek, vagy az utcára kerülnek, és utcára mennek között, ugye már olyan nagyon nagy különbség tulajdonképpen nincsen, de nem akarok ilyen sötéten látni. Én azt gondolom, hogy nehéz lesz az új kormánynak helytállni, amit ugye itt maga mögött hagy. Itt az elmúlt 10, illetve most már akkor több mint 10-12 évben ugye az előző kormány, hát nem tudom. Egyfajta szempontból érdekes valóban, az ember, én civilként is izgalommal várom azt, hogy mi fog történni, már csak azért is, mert azt jól látni, vagy furcsa látni, hogy nemrég, egy pár hónappal ezelőtt még nem ugyanilyen magabiztossággal beszéltünk volna arról, hogy kormányváltás lesz, most már arról beszélünk, hogy lesz, és olyan ki lesz, meg hogy milyen eszközökkel, hogyan. Szóval azért ez egy folyamat, és az érdekes, de abban meg egyetértek a Gáborra, hogy nagyon jó lenne túl lenni rajta, és most beszélgetünk erről a hírről, tudom, most a nevekről még nem, mert azt mondtad, hogy a kicsit később, de szóval ez egy kicsit még ideje korán, tehát hogyha jól számolom, ezért szeptembernél előbb ez az előválasztás nem fog tudni elindulni, és még az is lehet, hogy ezek a közönkutatások megfordulhatnak, vagy átalakulhatnak, de minden esetre én azt látom, és az egyre inkább érzem az embereken, hogy elég volt, és hogy más szeretnének. Uh-huh. Mondjuk az biztos, hogy nem tudja 35%-kal, jó eséllyel indul a miniszterelnökségét. Én egyébként azt látnám valahol, lehet valószínűleg ez a saját idealizmusomból fakadóan, az egyetlen értelmes megoldásnak, ha az ellenzék unblock, tehát figyelmen kívül hagyná a választást, és az utcán politizálna. Méghozzá azért, mert a választási rendszerbe történő beszállással aláírja, hogy ezek valid játékszabályok. A választási törvény nem olyan, ami alapján én azt gondolom, hogy tisztességes választást lehet tartani. Ugyanakkor meg az is tény, hogy úgy vannak kitalálva ezek a jócskán átírt szabályok, hogyha az ellenzék esetleg nyer, én mondjuk őszintén nem vagyok olyan optimista, akkor nagyon nyer. Tehát olyan nincs, hogy valaki kicsit nyer, hanem akkor az van, hogy nagyon nyer. Én azt gondolom, hogy már az hatalmas eredmény lenne, ha nem lenne kétharmada a mostani kormányzatnak, és nem tudna sarkalatos törvényeket kényekedve szerint egy éjszaka alatt Semmilyen Zsolt előterjesztése alapján gyakorlatilag
vezényszóra módosítani. De mondom, én sokkal inkább az emberek közvetlen megszólításában, a valódi bázis demokráciában látnám ennek a végét, amire őszintén szóval nem nagyon hiszem, hogy van esély. Én is Gáborhoz hasonlóan nagyon sötéten látom a jövőt. Egyrészt, ami a gazdaságot illeti, ezek a számok, amik a 2020-as évzárással jöttek ki, és amik még ki fognak jönni, ezek önmagában előrevetítik azt, hogy ennek a pénzszórásnak, mondjuk nem kell messzebb menni, a decemberi szétszórt 1000 milliárd forintnak, ami sportkluboktól kezdve imaházig mindenhova ment, csak épp nem a gazdaságba, milyen következménye lesz. De én és abban is egyetértek veletek, hogyha lesz kormányváltás, utána az új kormánynak kutya nehéz dolga lesz, sőt, szinte lehetetlen feladatra vállalkozik. A legnagyobb problémát viszont én abban látom, hogy az elmúlt 12 évben olyan tudati deformáció lépett fel Magyarországon, amit egy nemzedék fog tudni talán leküzdeni. Visszamentünk a legrosszabb Kádárkor attitűdjéhez, sőt, talán még bizonyos tekintetben rosszabb is a jelenlegi helyzet, és ez a tudati változás, ez a deformáció, nem tudok jobb szót most pillanatnyilag kihasználni erre, ezt legyőzni, ezt átalakítani, visszaszerezni a demokratikus elvekbe vetett bizalmat, a közigazgatás működését újra szervezni, és az ebbe való bizalmat megerősíteni, sorolhatnám még, hát ez kutya nehéz dolog lesz. Ilyen szempontból mennyit oszt vagy szorosz, hogy az a kihívó ki lesz? Tehát, hogy akkor most Karácsony Gergely, Dobrev Klára, Fekete Győr András, Jakab Péter, vagy a Momentum bedob még egy új nevet, vagy ez annyira nem lényeges? Szerintem nem. Nem lényeges. Ebben akkor látod, hogy konszenzus van. Nem, viszont egyébként abból a szempontból van jelentősége, hogy nyilvánvalóan annak a veszélye is fölmerül, hogy még egy esetleges kormányváltás esetén is, ugye az, hogy nehéz feladata lesz, az ugye teljesen egyértelmű egy új kormányzatnak. Még az abszurd forgatókönyv is előfordulhat, hogy esetleg egy időközi választással Fehér Lovon visszalovagol Orbán Viktor, aki azt mondja, hogy mi legalább tudtunk kormányozni. Gyakorlatilag ez a tézis, ez már nagyon régen megdőlt, de ettől függetlenül még nagyon sok ember szajkozza, hogy ők legalább tudnak kormányozni, hát nyilván a kommunikáció szintjén. De szerintem még ez is simán benne van a pakliban. Ilyen szempontból nagyon érdekes, amiről a reklám alatt beszéltünk, de akkor behozom ide, hogy azt meg tudjuk jósolni, vagy nyilván ez is a esetleges választási győzelem arányán múlik, hogy a politikát kiszolgáló alrendszerek hogyan fognak viselkedni? Mert azért ennek úgy kéne viselkednie, hogy ez tök mindegy, hogy ki van fölötte, mert ő tulajdonképpen végrehajt bizonyos dolgot. De pontosan tudjuk, hogy ez nem így van, hogy egy ilyen szituációban, de akkor az osztályvezetőig mindenki az adott helyekről megy. Vagy kérdés az, hogy mondjuk egy új ellenzéki kormányzatnak megvan-e az a káderpolitikája, hogy ő be tudja ültetni ugye azokat az embereket, vagy ott maradnak a beépített idézőjelben kis aknák, ugye ezek a taposó aknák, amik ott bármikor és azt ott belülről lehet a rendszer tulajdonképpen gyengíteni. Inkább a csúcson cseréltek, tehát ha megnézzük ezeket a megyei kormányhivatalokat például, ott mindegyik egy volt fideszes politikus üldögél. Igazából ezeket nem lesz nehéz hozzáértő szakemberekre lecserélni. Szerintem a közigazgatás... Igen, a szakemberekre, mert hát azokat ugye jöttek oda így. Azt mondom, hogy őket lecserélni. Csak hogy van annyi szakember? Hát egyet, ez nem olyan sok ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesz teljesen mindenhol mindenkit nem cserélt le, hanem a vezetőket cserélte le, és egy nagyon szigorú, hát emlékezzünk vissza, hogy hogyan állt a külügyminiszter az első kanyarba, a tavaszi vírushelyzetben, a saját munkavállalóihoz, emlékszünk rá, hogy meglettek fenyegetve, hogy a home office is. A home office egyenlő a lógással. Hát nagy valószínűséggel... Annyira egy erkölcstelen kijelentés. Tehát nagy valószínűséggel a Fidesz csak azt mondja, hogy egy erőskező vezetőt kell oda tenni és megfélemlíteni a rendszerrel az alatta lévőket. Tehát ezért azt gondolom, hogy egyfajta felszabadulás lesz az a dolgozóknak az, hogyha nem ez a szituáció lesz. Tehát ettől a részétől nem tartok. Abban nagyon egyetértek a Péterrel, hogy morálisan egy olyan deficit van ebben a társadalomban sajnos, az lesz nagyon, és nem csak a közigazgatása, hanem az orvosok, amiről ma beszélgettük, hogy volt-e, akinek odaadta, az, akkor a pedagógusoktól, és hosszasan sorolhatnám, hogy azok, akikben megbíztunk, ez a
kormányzat bombázta az ügyvédséget, a bírói kart, a tudományos akadémiát, a színészeket, mindenkit. Az oktatás. Igen, tehát hogy ezzel lesz óriási probléma, inkább ezek, amikor ezeket, és ha 10 évet tettek tönkre, és romboltak, az minimum 20 év mire visszaáll, és ez én ettől tartok inkább. Egyébként szerintem lesz szakember, szerintem nagyon sok bizonyításra képes és bizonyítani fiatal. Akaró fiatal van, akinek tele van a hócipője, ha valami itt megy, és van benne egy olyan lelkesedés, egy olyan lendület, amivel be lehet őket rakni, és igen, próbálják meg ők. Kettő pedig, hogyha egy új főnök van, 2 perc alatt átállnak. Igen, nem mindenki, de ugye mindenki félti az állását, a pozícióját, a pénzét, a családját. 3 perc alatt hűségesküdt tesznek az új kormányra, ha ez így alakul. Hát a történelem során láttunk ilyeneket. Illetve ne felejtsük el a külföldön élőket. Tehát, hogy rengeteg potenciális ember él külföldön. Mondjuk szerintem így az én korosztályomból a gimnáziumi osztálytársaim egy jó része külföldön él, az egyetemi évfolyamtársaimnak egy javarésze vagy jó része külföldön él. Tehát egész egyszerűen annyi potenciál van még, akiket haza lehet hívni, hogyha arra kerül a sor. Mert az azért valljuk be, hogy egy totális abszurdum, hogy manapság a jó szülőnek, levésnek a kritériuma az, hogy arra neveled a gyerekedet, hogy külföldre menjen. De hogy életvitelszerűen külföldön éljen. Tehát ez nekem olyan lelki traumát okoz egyébként, hogy ez borzalmas. Mi ezt még teljesen másképpen értelmezik, ez a külföldön éljen, és dolgozzon külföldön is. Mert azért hát nálunk is egy multicégnek van ilyen-olyan-amolyan. Az, hogy ő most 3 évet kintölt az egyik cégnek, ha ilyen beosztottja, kint utána a világ másik végre, a harmadik, de a gyökere az itt marad. És azért ez nagyon nagy különbség, mert ebből a szempontból ugye ez a mai felnővő fiatal generáció, mert egy abszolút multikulturális. Az én generáció, ugye miénk, az nem erről szól. Mi gyökeret eresztettünk, és megy költözés az egyik lakásból a másikba, és egy stressz helyzetet jelent. De miért? Igen. Azért lépjünk tovább, mert hogy szeretném a nézőink zenei horizontját egy picit bővíteni. Mert azt hiszem, hogy ha azt mondom, hogy hétköznapi csalódások pécsi punk zenekar, az nem mindenkinek van meg, na de majd ezek után nézzük. A bejátszót.